Az elmúlt évhez hasonlóan idén is ünnepi keretek között ragyognak fel az adventi fények hétről hétre az egri érseki palota udvarán. December 1-én Csizmadia István, az egri bazilika plébánosa szólt néhány gondolatot a megjelentekhez, és gyújtotta meg az első gyertyát a koszorún. Az adventi koszorú üzenete számunkra mindig a készülethez nyújtott segítség. Talán nem csak az idő múlását, hogy egyik hét következik a másik után, és karácsony közelettét akarjuk meglátni benne, hanem a készületünk jellegét is, hogy meggyújtva az első gyertyát az adventi koszorún, választhatjuk az advent lelkületének egyik legfontosabb jellegét, a szeretet tudatosabb gyakorlását, megélését. Vándorolni akarunk az advent folyamán gyermek Jézus jászolához, hogy ott a isteni szeretet és jóság előtt leborulhassunk, és betölthesse a szívünket az, ami emberi életünket értelmessé, beteljesedővé teszi a jóságra és az isteni szeretetre való szeretet válaszunk. Az adventi koszorú második gyertyáját december 8-án gyújtják majd meg, a délután 3:30-kor kezdődő rövid ünnepi műsor részeként.